Megtiszteltel köszöntök mindenkit Bükkel Melenkösség önkormányzatának júniusi ülésén. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes kettőtag igazoltan van távol. A napirendi pontok a kiküldött meghívónak megfelelően alakulnának. Első napirendi pontként hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása, második napirendi pontként a mezőkövesdi hulladékgazdálkodási önkormányzati társuláshoz csatlakozás, a polgármester meghatalmazása a társulási megállapodás aláírására, harmadik napirendi pontként energiamegtakarítási intézkedési tervek készítésére megbízás, negyedik napirendi pontként a mezőkövesdi kistérségi szociális szolgáltató és gyermekjóléti központ 2016. évi beszámolójának elfogadása, ötödik napirendi pont indítványok, javaslatok, ezt követően a képviselőtestület zárt üléssel folytatja a munkáját. Kérdezem, hogy a napirendi pontokhoz hozzáfűzni való kiegészítés van-e? Ha nincs, kérdezem ki az, aki elfogadja a napi rendi pontokat. Köszönöm szépen. Egyhangú. Első napi rendi pontunk hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása. Az előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Ennek az előzménye annyi, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT visszavonta a Pevik Nonprofit Kft.-nek a megfelelőségi véleményét. Ezáltal az NHKV felszólította az önkormányzatokat, mint egy önkormányzatot, mint ellátásért felelőst, hogy mondja fel, bontsa fel a Pevik közüzemés szolgáltató non-profit Kft.-vel a szolgáltatási, közszolgáltatási szerződést. Tájékoztatóként annyit, hogy ugye átalakítás alatt van a magyar hulladékgazdálkodási rendszer, és ugye ennek az lesz a vége, hogy megye határokat figyelembe véve fogják a közszolgáltatók ellátni a feladatait, és ugye mi annak idején még a 2000-es évek elején a Heves megyei hulladékgazdálkodási társulásba léptünk be, tehát megye határon kívül és megye határon kívülről való szolgáltatónk is van a Pevik Nonprofit Kft., ez egy pétervásárai cég, és ezáltal ugye nekünk mindenképpen lépnünk kell, mert Borsod-Abaj-Zemplén megyén belül fogjuk tudni ezt a közszolgáltatást elvégeztetni. Hát ugye ez annak a része, ez az egész, és a következő napirendi pont is annak a része, hogy a jogszabályi alapját megteremtjük az önkormányzatnál annak, hogy csatlakozni tudjunk majd a Borsod megyei közszolgáltatóhoz. Kérdés. Észrevétel. Hogyha nincs, kérdezem ki az, aki elfogadja a felmondást. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk a mezőkövesdi hulladékgazdálkodási önkormányzati társuláshoz csatlakozás. Ez az előterjesztés is kiküldésre került. Ugye az a lényeg gyakorlatilag, hogy ugye felmondtuk most a szerződést, és január 1-ével, sőt, október? Október 1-ével fogja más ellátni ezt a feladatot, és mezőkövesdi központtal létrejön egy önkormányzati társulás, ami részesedést fog vásárolni a Mirehuk köz non-profit Kft.-ben. Ezáltal ugye a későbbiek folyamán Borsod megyén belül majd ez a Kft. Fogja ellátni a hulladék elszállítást, a hulladék gazdálkodást az önkormányzat közigazgatási területén. Ugye lakosság részére még annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy ugye érkeznek a megkeresések a lomtalanítással, illetve a szelektív szigetekkel kapcsolatban. Igyekszünk minél hamarabb megoldást találni, tehát most egy átalakulásnak a vége felé közeledünk.
Hát a mostani közszolgáltatási szerződésünkben is az van, hogy évente egy alkalommal kötelező lomtalanítást biztosítani. Ugye ez az egy alkalom biztos, hogy meg lesz. Lehet, hogy a megszokottól eltérően ugye nem első fél évben, hanem majd csak második fél évben fogjuk tudni a lomtalanítást elvégeztetni. Tehát türelmet kérek a lakosságtól, dolgozunk rajta, hogy megoldódjon ez a probléma. A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel ugyanez a helyzet, tehát ott is igyekszünk rá megoldást találni. Ennek a cégnek, aki végezte most a közszolgáltatást, nem voltak meg a megfelelő eszközei, de találtunk rá most időszakos megoldást. A múlt héten elszállításra kerültek a szigetekből, vagy elszállításra került a szigetekből a hulladék. Úgyhogy én türelmet kérek, értesíteni fogjuk a lakosságot, hogyha előrelépés van. Ugye az átalakulásnak az lesz a folyamánya és az eredménye, reméljük már jövő évben meg fog valósulni egy része mindenképp, hogy a szelektív szigetekre nem lesz szükség, mert házhoz menő szelektív gyűjtést fog bevezetni a cég. Tehát minden háznál meg lesz az a gyűjtő edényzet, amiben szelektíven fogják tudni gyűjteni a hulladékot, a papírt, a műanyagot. Egyedül azt gondolom, hogy az üvegnek lesz, mert ugye az nincs olyan mennyiségben, az üvegnek lesz meghagyva a központi gyűjtőhely. Illetve ugye a zöld hulladék, ami még szintén gyűjtésre fog kerülni. Illetve ígéret szerint a lomtalanítás rendszere is átalakításra fog kerülni, az is átalakul házhoz menő lomtalanítással, tehát mindenkinek az év folyamán meg lesz egy ingyenes alkalma, hogy telefonál a cégnek egy központi telefonszámra, és leegyeztet egy alkalmat, hogy ő akkor szeretne lomtalanítani, és akkor a cég kiküldi a szállítójárművet, és háztól fog lomtalanítani. Tehát megszűnik az az áldatlan állapot a településen, hogy két napig csatatérre hasonlítunk, mert széthurcolnak, szétdobálnak egyes emberek dolgokat, szemetet, hulladékot. Tehát ez is része lesz reményeink szerint már a közeljövőben a hulladék gazdálkodás átalakításának. Én nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Kérdés? Kérdés nincsen, csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani a gondolataimat, hogy a szerződés felmondása, a új szerződés kötése, vagy egy törvényi kötelezettség, ami elírt a részünkről, és én abban bízok, hogy hasonlóan, vagy még jobb intenzitásra és jobb minőségben történik majd a hulladék gazdálkodásnak a kezelése. Úgy gondolom, ezt a lakosság is elvárja, mi is, vagy ilyen irányba fogunk tevékenykedni és figyelni ezeket a dolgokat. Így legyen, remények. Köszönöm. Más? Én ezt szeretném szokott, hogy ez a 100 000 forint, amit a határozatban van, hogy lakosság arányosan, ott akkor nekünk az 1600 valamennyi lakosság után kell a 100 000 forintot fizetnünk? Nem, a 100 000 forint összesen az egész kistérségre vonatkozóan. Tehát nekünk ebből a ránk eső rész 10-valahány ezer forint körül lesz, tehát egy jelképes összeg, amit el. Csak mégis ugye a lényeg az, hogy tulajdonrészt kell szereznünk a Mirehu Köz Non-Profit Kft-ben. Más nincs, akkor kérdezem, ki az, aki elfogadja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk energia megtakarítási intézkedési tervek készítésére megbízás. A anyag szintén kiküldésre került, én átadom a szót ezzel kapcsolatban a jegyző úrnak. Mindjárt oda is érek, ha minden igaz. Évközben több megkeresés is érkezett e-mailben ezzel a témával kapcsolatban. Igazából van egy 2015 évi 57-es törvény, ami ugye közintézmények számára előírja az energia megtakarítási intézkedési tervek készítését és a folyamatos monitoringozást is már az azt követő időszakban. Úgyhogy tovább halogatni ezt nem nagyon tudtuk, hogy a jogszabályban időkorlát is van megadva. Magáncégeknél azt hiszem, hogy 2019,
nálunk önkormányzatoknál pedig azt hiszem, hogy 2018-ra ezeket a terveket el kell készíteni, és ennek van egy további lépcsője is majd, ami ezt az egészet felügyelni fogja, mert a különböző fejlesztéseknél majd ezzel kapcsolatosan meg fel akarják mérni unió szinten, hogy a közintézmények is milyen állapotban és energiaszinten üzemeltethetőek. Úgyhogy ehhez kaptunk árajánlatot interneten, egy elég magas összegűt. Ugye van, ami csak az alapvető törvényi kötelezettségre terjed ki, a másik része ugye az már taglalná jobban és magasabb összegben az ezzel kapcsolatos feladatokat. Én úgy gondolom, hogy most első körben a kedvező ajánlatot, ami kötelező, azt elfogadjuk, és hogyha a törvény, a 15 év 57-es törvénynek, hogyha belépnek a különböző szakaszai majd ezzel kapcsolatban, hogy milyen kiegészítő munkák jönnek ezzel, akkor majd azokra a szerződéseket majd megcsináljuk. Én most javasolnám a Nyeste Jánosnak az árajánlatát, fogadjuk el a energetikai intézkedési tervvel készítésére. Úgyhogy röviden ennyi. Kérdés, észrevétel. Hogyha nincs, kérdezem, ki az, aki elfogadja előterjesztést? Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2016. évi beszámolójának tárgyalása, elfogadása. Az anyag szintén küldésre került kellő részletességgel, megküldte a központ a 16 évi szakmai beszámolóját. Én nekem ehhez kiegészíteni valóan nincsen, hát gyakorlatilag teljes képet kaphatunk a szolgáltató és gyermekjóléti központ működéséről. Ezzel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, észrevétel. Csak annyit szeretnénk, hogy a Kádányi résszel semmi gond nincs, jelenleg is Szilágyiné Marikával nagyon meg vagyunk, meg Bukkával is elégedve, bármi gondunk, segítségre szükség van, hogy tényleg mindenütt szívesen támogatnak. A kistérségi behez meg úgy gondolom, hogy nincs mit hozzászólni, amit leírtak, úgy van, elfogadásra javaslom a beszámolókat. Kérdezem. Minden évben beszélünk és átbeszéljük ezt a gyermekjóléti szolgálatnak a működését, tehát követjük, és nekem is az a véleményem, hogy szerencsés helyzetben vagyunk viszonylag, hogy Bükkáblány olyan szinten tud működni és működik, hogy különösebb gondot nem jelent ez a téma. Ha kisebb problémák merülnek fel, ezzel szinte azonnal orvoslásra kerül, legalábbis eddigi információm alapján. Úgyhogy ennyit szerettem volna, köszönöm. Köszönöm szépen. Ki az, aki elfogadja a beszámolót? Köszönöm szépen. A következő napi rendi pontunk indítványok, javaslatok. Igazából nekem sok minden indítványok, javaslatokban nincsen. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a 7. Ősfa Fesztiválnak a lebonyolításában, szervezésében. Hozzájárult, hogy egy ismét egy színvonalas rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Akik kilátogattak, én úgy gondolom, hogy a többségében pozitív visszajelzések érkeztek ezzel kapcsolatban. A kritikai észrevételeket jövő tekintve igyekszünk majd javítani, igyekszünk megoldást találni rá, de összességében én úgy gondolom, hogy pozitív van, tudjuk zárni ezt a rendezvényt. A településen a munkálatok zajlanak több területen is, ugye befejeződött a kerékpárútnak a garanciális javítása. Ott az aszfaltburkolatban tapasztalt hiányosságok miatt kértük a kivitelezőt, hogy a teljes útszakaszon marja fel az aszfaltot és kapjon új szőnyegezést. Ez a múlt héten befejeződött, még a buszmegállónál, amit ugye most a teher gépjárművek okoztak hibákat, azokat
javítani fogják. Zajlanak a munkák az Arborétum, a Szabadidőpark területén is, ott is előre haladott, tehát már a szegélyezés megvan, a villany, az elektromos vezetékek len vannak, illetve a kamerához is elő van készítve a terep. Tehát ott is határidőre, július közepére igyekszünk befejezni a munkálatokat. A BMX pályával kapcsolatban is szintén megtörtént, ugye még az előző testületülés után a megrendelés, ott a terep előkészítése már szintén elkezdődött. Oda még várjuk az árajánlatot az alépítményekre, tehát ha arra megérkeznek az árajánlatok, akkor ismét a testületnek kell majd a végén dönteni arról, hogy melyik árajánlatot fogadja el. A Békesályi út összekötő szakaszára szintén, ugye a napokban várható az engedélyes tervnek a megérkezése, vagyis az engedélyes terv már megérkezett, de a napokban fog jogerőre emelkedni. Ez is miután jogerőre emelkedik, hivatalosan elkezdjük az árajánlatoknak a bekérését, remélhetőleg ugye a közbeszerzési értékhatár alatt van, előzetes kalkulációk alapján közbeszerzési értékhatár alatt van lesz a beruházás, tehát nem kell közbeszerzést lefolytatnunk, csak a önkormányzat szabályzata szerint kell eljárnunk a három árajánlatból, a képviselőtestületnek kell kiválasztani a legoptimálisabbat, a legkedvezőbbet. Úgyhogy én ennyiről tudok beszámolni. Többi vonalon is ugye zajlanak az előkészítések a többi pályázattal kapcsolatban. Ugye örömhírként volt az, hogy de ezt az Ősfa Fesztiválon államtitkár úrral bejelentettük, hogy sikeres volt a pályázatunk a Bányaszemlékháznak a bővítésére, felújítására. Tehát ott is hamarosan elkezdődhet a közbeszerzési eljárás, illetve az építési engedélyes tervnek a benyújtása, tehát ott is elkezdődik még egyelőre a papírmunka, de reméljük, hogy időben el tudjuk kezdeni az építkezést is. Én nagyjából ennyit szerettem volna mondani, még valószínűleg a nyári szünetig fogunk találkozni, főleg ezek miatt a döntések miatt, úgyhogy még kellemes nyarat senkinek nem kívánok majd a következő ülésen. Köszönöm szépen valakinek kiegészítés. Nincsen. Akkor képviselőtestület zárt üléssel folytatja a munkát.